A jelenlegi fejlett információs, kommunikációs eszközök az emberek megtévesztésére, manipulálására vannak hangolva. Arra, hogy országokat, nemzeteket manipuláljanak úgy, ahogyan a proféciák erre rámutatnak. Mindez néhány antikrisztusi világot építő hatalom birtokos által történik, akik a törvényszegés titkos bűnét készítik. Olyan generáció jött létre, akik abban nevelkednek, hogy a kommunikáció és a kultúra lényege a megtévesztés és a manipuláció. Egy idézetet szeretnék mondani Arthur C. Clarke-tól. Egy kellőképpen fejlett technikai megoldást már nem lehet megkülönböztetni a varázslástól. Szeretettel köszöntök mindenkit Jézus Krisztus nevében az élővíz forrása gyülekezetéből. A digitalizáció befejezése lesz a témánk ma már nem csak az egész világban, különösen Magyarországon is. Igen nagy hangsúlyt kapott a digitalizáció, és én a fókuszt arra szeretném helyezni, hogy mi van akkor, amikor a digitalizálást befejezik, és minden emberről, minden információ digitálisan fönt van a mesterséges intelligencia birtokában. Nézzük ezt a témát. Ugye a napjaink kihívása, felkészülés ezzel együtt az utolsó időkre, a digitalizáció kivitelezésének idejénél járunk, és a digitalizáció befejezésével együtt egy új apokaliptikus időszámításba fogunk belelépni. Ez az új világrend kezdete is egyben. Ezt megelőzően fontos, hogy megtörténjen a vágyvezérelt elragadtatás. Ennek a 7 év előtti időben kell megtörténni valamikor, de legkésőbb a 7 év kezdete előtti pillanatokban. Ez a megúszós elragadtatás, hogy mindenféle nyomorúságot megúszunk, de nagyon fontos, hogy ez a vágyvezérelt elragadtatásnak a lényege, amely messze nem egyezik a Szent Szellem által vezérelt igei tanításokkal. Nos, én a digitalizáció befejezésére helyezem most a hangsúlyt, ezt fogjuk áttekinteni. Az állampolgárok digitalizálása folyamatban van, és ezt mindenki, illetve nagyon sokan tudják, hogy a kínai kontroll mintájára épül ez a rendszer, ahol nincsen készpénz, viselkedési elvárásoknak megfelelő fizetést helyettesítő pontrendszer kialakítása van, az egészségügyi ellátás biztosítása digitálisan, ez egy ember létét érintő lehetőség, beteg és gyógyszerellátás, betegbiztosító rendszerek, aki nem elfogadó, az nem kap ellátást. Bankrendszer, pénzforgalom egyedüli módja, készpénzforgalom megszüntetése, ATM-ek leszerelése, hivatalok, hivatali ügyintézés szintén csak digitálisan lesz lehetséges. Ennek az előkészítése van most folyamatban. Munkahelyek majd csak digitalizált embert tudnak alkalmazni, munkaügyek intézése, biztosítási hálózat, utazás külföldre, belföldre, tömegközlekedési eszközök, autóvásárlás, biztosítás, tankolás, szervizelés, vásárlásnál nagy áruházak már most jelzik, hogy csak bankkártyát tudnak elfogadni, ATM-eket majd egymás után leszerelik, nincs készpénzfelvételi lehetőség ebben a digitalizált világban, a cserekereskedelmet üldözik és büntetik, folyamatos oltáskényszer alá helyezik az embereket, aki ellenáll, elzárják. Aki nem elfogadó, az nem kap ellátást, sem eladni, sem vásárolni nem tud, és minden a COVID analógiájára épül. Ugye ott is először azt mondták, hogy nem lesz kötelező az oltás, végül, aki dolgozni vagy külföldre akart utazni, annak föl kellett venni az oltást, ugye a
COVID-passz igazolvány is azt igazolja, hogy az lett a fő próbája annak, ami a digitalizációban tetten fogja érni az emberiséget. Ez legyen figyelmeztetés arra nézve, hogy ami jön, az pontosan ezen az ördögi elven fog működni. A személyi információ feltöltése elkezdődött, vagyis az eszköz szellemet kap ezáltal. És akkor először a telefonos személyi mobil applikáció, ez kapott hangsúlyt ebben az évben, 2024. január 1-től már működik a digitális személyigazolványok kiváltása, és akkor ezt be fogom mutatni, hogy hogyan történik, minden telefonos mobil applikáción keresztül játszódik le, minden személyi adat feltöltődik, már vannak feltöltött adatok, mert már nagyon sokan telefonon vásárolnak, mert a bankkártyát már fölvitték, utazási passzusokat fölvisznek, repülőjegyet telefonon intéznek, és annak a QR kódjával igazolják, hogy nekik az a jegy rendelkezésükre áll. És végül minden egy telefonos rendszeren keresztül lesz tárolva. Minden személyi adat, ami az ember létét érinti, az végül egy eszközön fog majd helyet foglalni. Ugye most ez a begyűjtés időszaka van, egészen ugye a program szerint, az Agenda 2030 szerint 2030-ra be kell fejezni ezt a programot. És akkor megnézzük, hogy a Magyarország által kiadott utasítás, illetve lehetőség szerint az smei.hu applikáción keresztül hogyan lehet ezt a elektronikus vagy digitális személyigazolványt megszerezni. Megjelent az SMI Elm mobil alkalmazás. Okosokmányához használja okostelefonját. Ez az ingyenes applikáció azért készült, hogy tovább könnyítse a polgárok életét. Lássuk, hogyan. A mobil alkalmazást elsősorban azért fejlesztettük ki, hogy speciális kártyaolvasó nélkül is az e-személyünket egyszerűen csak az NFC-képes okostelefonunkhoz érintve hozzáférjünk az okmányunkon lévő információkhoz. Az alkalmazás segítségével aktiválhatjuk, feloldhatjuk, módosíthatjuk az e-aláíráshoz és e-azonosításhoz tartozó PIN kódjainkat. Megtekinthetjük az e-személyéhez tartozó elektronikus funkciók státuszát. Kiolvashatjuk az e-személyünk csipjén tárolt adatokat, azokat is, amelyek az okmányon nem láthatók, például a lakcímünket, a személyi azonosítónkat, a tajszámunkat és az adóazonosítónkat is. És ez még nem minden. Androidos telefon esetében már kártyaolvasóként is használhatjuk okostelefonunkat, amely így képes kiváltani a speciális USB-s kártyaolvasókat. Ehhez nem kell más tennünk, csupán kapcsolódnunk kell a számítógéphez a mobiltelefonunkkal, és már használhatjuk is az e-személyéhez tartozó elektronikus szolgáltatásokat. Mindezt számítógépünkön, az okostelefonunk és okosokmányunk segítségével. Bővebb információért látogasson el az e-személy.hu weboldalra. Ahogy ebben a kis videóban is láthattuk, így lehet elérni a digitális személyigazolványt. Nem kötelező, tehát nagyon fontos, hogy ez most még nem kötelező, de már benne vagyunk, és nem a jövő eseményéről van szó, hanem napjaink eseményéről beszélek. Amikor minden fönt van a telefonon, onnantól kezdve már csak egyetlen mozdulat, hogy a Neuralink és az RFID csippekre feltöltsék azokat az információkat, amelyeket évek alatt az emberek a mobiltelefonjukon begyűjtöttek és ott tárolnak, mivel már digitálisan rendelkezésre fog állni minden információ, onnantól kezdve már csak egy mozdulat ezekre a mikrocsippekre, vagy Neuralinkre rátölteni az információt, és attól a pillanattól kezdve már minden a kézre, vagy a homlok mögé helyezett mikrocsipbe kerülhet. És akkor ez így néz ki, hogy feltöltik ezeket a csipeket, fölhelyezik az ember kezére, vagy pedig az ember
homloka mögé az agykéregbe bevarják. Erről a Neuralinkről a Fenevad Bélyege című előadásban részletesen beszéltem, hogyan működik, hogyan csinálják robot, hogyan varja be, egy 4 mm átmérőjű kis mikrocsipről van szó, amit az ember agyába 1024 elektródával bevarnak az agykéregbe, és ez már nem a jövő, mert 2024. január 28-án az első ember megkapta ezt a Neuralinket, beteg embereket gyógyítanak vele majd, tehát az a cél, hogy teljesen nyomorék, mozgásképtelen embereket tudjanak úgy gyógyítani, hogy a társadalomba beilleszthető legyen. Igazából ez egy ilyen csodaszintű gyógyulási módszer. Le akarják utánozni Jézus Krisztusnak a gyógyítási isteni hatalmát, amely szerint a messiás 5 olyan betegséget, vagy 5 olyan problémát tudott helyreállítani, amely vele született mozgásképtelenség, vakság, süketség, némaság, bénaság, a leprást meg tudta gyógyítani, halottat föltámasztani. Ezzel a Neuralinkkel ezt akarják megvalósítani az emberek. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, ugye mindenki sokkal többet sejthet erről, mint amit én mondok. Ezeket a linkeket, csippeket, bélyegeket rólad szóló információval, szellemmel töltik föl, mert az információ a szellemi mennyiség. Olyan szellemi információ érkezik az eszközhöz, amely te vagy. Ugye az információ szellemi mennyiség. A világegyetem harmadik alapvető fizikai mennyisége az anyag és az energia mellett. Ezek kölcsönhatásban vannak egymásról, erről is sokat beszéltem már a Teremtés történet című előadásban. És akkor létrejöhet ezáltal egy brainternet. Ez is, majd látni fogjuk egy afrikai vicci egyetem kutatói, hogyan hozták létre a brainternetet, ami azt jelenti, hogy az ember fejében van az internet. Tehát mivel ezek a linkek és mikrocsippek már internetes rendszerhez tudnak kapcsolódni, ezért az embernek már akkor a fejében van azonnal az internet, és tudnak egymással mindenféle telefonos közreműködés nélkül beszélgetni, és képiesen egymást láthatják is virtuálisan. Az állampolgárok és egyszerű emberek a kezükre kapják a mikrocsippet, az államirányítók, politikusok, bírók, ügyvédek, orvosok pedig a fejbe kapják, ezáltal egy ilyen hierarchikus rendszer épül föl a társadalomban, de hát minden rendszert így építenek föl egyébként, tehát olyan nincs, hogy mindenki azonos mértékű hatalommal és tudással rendelkezik, ez be lesz korlátozva, és mindig a legfelső, ugye ahogy ebben a piramis rendszerben is láthatjuk, a mindent látó szem van legfelül, amely az egyszemű Istent szimbolizálja, nyilván ez a Biblia szerint az antikrisztusi birodalomnak a átérképe. A Brainternetről ennyit tudunk, hogy a dél-afrikai vicce egyetem kutatóinak sikerült létrehozniuk a közvetlen agy-internet kapcsolatot. Elon Musk viszont ezt a technológiát már 2021-re tervezte, viszont csak 24-ben, ez év január 28-án történhetett meg az első beültetés. Ennek a Neuralinknak a célja az, hogy olyan eszközt fejleszen, amelyek az emberi agyba lehet beültetni, és amelyek ezáltal elősegítik az emberi agy és a gépek közvetlen kapcsolódásának lehetőségét. Rendkívül érdekes minden esetre, ugye a Brainternet arról szól, hogy minden ember tud egymáshoz kapcsolódni. Nyilván, hogy azért lesznek itt korlátok, és lesznek belépési lehetőségek, meg tiltások, de hát ez még a jövőnek a dolga. Ennek a rendszernek a bevezetését támogató tényezőit gyorsan nézzük át. Hogy mik azok a tényezők, amik támogatják ezt a rendszert. Ugye túl azon, hogy a jó és gonosz tudásról van szó, és a gyógyítást mindig a jó tudáshoz soroljuk be. Csak ezt lehet rosszra is használni. Minden esetre az emberek azért igyekszenek elfogadni, mert a szégyen és a félelem
az emberek lelkében rendkívül nagy hatással korlátozza azt, hogy mit tegyen és mit ne tegyen. Szabályozza, hogy mit tegyünk és mit nem. Attól függ, hogy ki mennyire veti meg a szégyent és a gyalázatot. Jézus Krisztusról írja a zsidók 12.2, hogy megvetette a gyalázatot és keresztet szenvedett. Kérdés az, hogy akkor, amikor az emberek számára ez a verzió az élet lehetőségekből kizár, majd képesek lesznek-e arra, hogy az attól való félelmet megvessék, és a gyalázatot, hogy a társadalomból ezáltal kirekesztődnek azok az emberek. Tehát ez egy rendkívül nagy tényező, a szégyen, de ha szenvedtek is az igazságért, boldogok vagytok, azoktól való félelemből pedig ne féljetek, se zavarba ne essetek, olvashatjuk 1 Péter 3.14-ből. Félelem a hatalomtól, a munkahely elvesztésétől, a prédikációban olvasható éhezéstől, szomjazástól, naphevétől, hőségtől, sok-sok könyvtől. És akkor a Jelenések 7.14-nél vagyunk, 16-17 versnél, akikről azt írja a Biblia, hogy ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, éheztek, szomjúhoztak, tűzött rájuk a hőség, a nap, és sok-sok traumán mentek keresztül, ami könnyet okozott az ő életükben. És akkor eltöröl az Isten az ő szemeikről minden könnyet, olvashatjuk. Ugye az nagy kérdés, hogy akkor ez a, akik a nagy nyomorúságból jöttek, valóban a nagy nyomorúságból jönnek, vagy a nyomorúság elől jönnek? Ugye? Vannak biblia magyarázók, akik a vágyvezérelt elragadtatásnak a befolyásától igyekszenek ezt a verset úgy magyarázni, hogy a nagy nyomorúság elől. Mert ha így fordítják, akkor igazolják önmaguknak az állítását arra nézve, hogy hát elragadtatunk a nyomorúság és a nagy nyomorúság elől, semmi nem érint bennünket. Nézzük meg gyorsan ennek a versnek a fordítását, mert ez nagyon fontos, hogy értsük. Azt olvashatjuk, hogy ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, ek tész tlipszeus tész megalész. Hogyan fordítjuk ezt a prepozíciót? Ugye a görög nyelvben a rag az a szó előtt van, egy prepozícióban találhatjuk. Ez az a bizonyos ek. Ennek a fordítása a kérdés, amely a magyarban, mint rag, a szó után helyeződik. El. És akkor ennek az eknek, görög ek prepozíciónak a jelentése bólből, tóltől, ról felől. De hogy most melyiket emeljük be a fordításba, azt nekünk valahogy meg kell határozni, és a szövegben lévő határozó határozza meg, hogy hogyan fordíthatjuk. Azt olvashatjuk, hogy nem éheznek többé, nem szomjúhoznak többé. Ez a görög eti egy határozó szó, amely a tagadó mondatban már nem többé nem jelentéssel fordítható, és akkor ezért a fordítás nem éheznek többé, tehát mivel ebben a görög szövegben megtalálható ez a eti határozó szó, ezért nekünk már meghatározza azt, hogy ezt csak egyféleképpen fordíthatjuk ból ragnak. Éppen ezért ezek, akik jöttek a nagy nyomorúságból érkeznek. Nagyon fontos, hogy ebben a Jelenések 7.14-17 versben azokról olvashatunk, akik a nagy nyomorúságból az elragadtatásba beérkeznek. Nem a nagy nyomorúság elől, és nem a nyomorúság elől, főleg nem. Tehát ez nagyon fontos, hogy nagy nyomorúságból érkeznek meg. A bevezetés támogató tényezőknél nézzük meg azt a három gondolatot, hogy akik a Covid-tól féltek, azok támogatták a Covid programot. Lehetett oltást, korlátozást bevezetni. Tehát a félelem az egy támogató tényező. Hatalom támogató. Akik nem féltek, azok pedig hátráltatták ezt az egész programot. Azok a keresztények, akik félnek, meggyőznek sok olyat is, akik nem félnek, de befolyásolhatóak a gyülekezetek vezetőitől és hangadóitól.
Mi az ördög szándéka? Azzal, hogy ezek a tudás kiszolgáló eszközök beépülnek az emberekbe, az ember olyanná lesz, mint az Isten. De Isten sohasem lesz. A paradicsomi ígéret beváltásának látszata történik. Bizony nem haltok meg, mondja az ördög, á, de hogy halsz meg, örökké fogsz élni. Olyan leszel, mint az Isten. Minden tudás birtokosa, minden hatalom birtokosa, minden gazdagság birtokosa. Ebből fakadóan ez a minden tudás úgy érkezik az emberhez, hogy a tudomány által kifejlesztett, a tudás által kifejlesztett eszközt használja arra, hogy az ember a minden tudást elérkezhesse. Ezt olvashatjuk Jelenések 13-14-ben, hogy a hamis próféta cselekedete szerint elhiteti a földnek lakosait a jelekkel, amelyek adatának neki, hogy cselekedje a fenevad előtt, azt mondván a föld lakosainak, csinálják meg a fenevadnak képét, aki fegyverrel megsebesítetett, de megelevenedett. Tehát a fenevad a fején halálos sebbel megsebesítetik, de ennek a képét, hasonmás képét, mert ebben a szövegben a kép, az a eikon kifejezéssel, kép hasonmás, tehát hasonmás képet kell elkészíteni róla, amely pontosan úgy néz ki, vagyis mintha tükörbe nézett volna. Tehát egy tükörkép, hasonmás kép. Ez egy nagyon fontos, hogy a tudomány által létrehozott robot hasonmás képről van szó, és akkor erről azt olvashatjuk, hogy és adaték néki, hogy a fenevad képébe szellemet adjon. Tehát a hamis próféta cselekedete az, hogy ebbe a robot hasonmás képbe szellemet ad, hogy a fenevad képe szóljon, és azt művelje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölettessenek. Vagyis ez egy olyan mesterséges intelligencia, robot hasonmás, amelyet információval, szellemmel töltenek föl, a fenevad szellemével, a fenevad személyi információjával, digitalizált információval töltik fel. Nagyon fontos, hogy ez azért történik, mert a halálos sebet kapott fenevad ne legyen kitéve többé annak, hogy a nyilvánosság előtt ő még egyszer esetleg elpusztítható legyen. Éppen ezért egy olyan személyi képmást készítenek róla, mesterséges intelligencia van benne, aki azt mondja, amit a fenevad mond. Tehát közöttük olyan szellemi kapcsolat van, amely a fenevadnak a gondolatait, akaratát fogja átvinni ebbe a robot hasonmásba, megkülönbözhetetlen lesz attól, hogy most tulajdonképpen kivel beszél az ember, a fenevaddal, vagy pedig annak a képi hasonmásával. És akkor olvashatjuk is egyébként Jelenések 13.3-ban, hogy a fenevad fején egy halálos sebbel megsebesítetett, de meggyógyítaték. Tehát az a Neuralink, amivel a fenevadat meggyógyítják, az a gyógyítás eszköze, ez egy olyan bélyeg, amely a gyógyítás eszközeként igenis csodálatot vált ki az emberekből, hogy hát a halálból hozták vissza. Ez ugye azért érdekes, mert Jézus Krisztus keresztre feszítése után föltámasztatott Isten által. Tehát az Antikrisztust is lemásolja mindazokat a cselekedeteket, amelyek Jézus Krisztussal történik. És az egész föld csodája, ugye itt a harmadik versben olvashatjuk, és követik a fenevadat. A gonosz tudás kiteljesedése az egy ítéletté válik az emberek feje fölött, éppen úgy, ahogy az özönvíz is ítélet volt, ez is egy ítéletként jelenik, még csak ez majd lángba borítja a világot. Fontos megjegyezni, hogy a bélyeg a fenevad szellemének közvetítő eszköze. Tehát ez a Neuralink, a mikrocsippek, ezek az ember szellemének közvetítő eszköze. Azt mondja Zsoltárok 15.4, hogy a megbélyegzett utálatos az ő szemeiben. Túl azon, hogy
Mózes törvényeiben rendelkezés van arra nézve, hogy senki magát meg ne bélyegezze. Mert útállatos az Isten szemében a megbélyegzett ember. Ez nagyon fontos, hogy kik azok, akik fölveszik majd ezt a bélyeget, és kik nem. Nyilván ahhoz rendkívül elkötelezett Isten félelemmel kell rendelkezni, hogy valaki távol tartsa magát ettől az eszköztől. És akkor ez a hamis prófét azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel, nagyokkal, gazdagokkal, szegényekkel és szabadokkal, hogy az ő jobb kezükre, ugye a jobbik kezükre, használhatóbb kezükre, vagy homlokukra bélyeget tegyenek, és hogy senki se vehessen, se eladhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van. Ez egy nagyon fontos, hogy akik nem imádják, megölettessenek, mert az imádat azáltal valósul meg, hogy valaki fölveszi a bélyeget. Tehát a fenevad imádata a fenevad bélyegének fölvételével valósul meg. És akkor ebben a versben igazából a sátán egy tulajdonjogot ajánl föl az embereknek, hogy mindenhez hozzáférhetsz, ha fölveszed. De aki nem veszi föl ezt a bélyeget, az se adni, se venni, nem fog tudni, kirekeszti önmagát a társadalomból. Nem a hatalom rekeszti ki, hanem ő rekeszti ki magát a társadalomból azáltal, hogy nem veszi föl. Mert a lehetőség adott lesz, hogy fölvegye, és hozzáfér mindenhez, mindenhez való hozzáférése lesz. És akkor, ahogy az igéket követtük, a fenevad halálos sebet kap a fején, csodálatos gyógyulása a fejébe helyezett eszközön keresztül a bélyegnek köszönhető, imádni kell, a robot hasonmást készítenek róla, amellyel a bélyegen keresztül kommunikál a fenevad ezzel, a robot hasonmással. Ez egy kiberhasonmás, akit szintén imádni kell, és az imádat a bélyeg felvételével valósul meg. Tehát nagyon fontos, hogy ez a digitalizáció és az imádat lényege. Szellemi kapcsolatba kerülni ezáltal a fenevaddal. Az, hogy rákapcsolódik valaki a Brainterneten keresztül a fenevad szellemére, mert az egész Brainternet vezérlő személye maga a fenevad. És ő határoz majd meg mindenkit. És mindenki számára mindent ő határoz meg. Ez egy totális diktatúra. Ezért ugye a jó és gonosz tudás itt válik a gonosz tudássá. Mert az eszközök jó emberek kezében jóra használhatók, gyógyításra, stb. De gonosz emberek közében rögtön fegyver lesz belőle, és hatalomkovácsoló eszköz. És ez egy diktatúrához vezérli az embereket. Ezáltal az emberek az ördög szelleme által vezéreltek. Az imádattal kapcsolatosan nézzük meg, ugye több helyen olvashatunk a Jelenések könyvében arról, hogy a fenevad bélyegének fölvétele az az imádat kifejezője. És akkor olvashatjuk a 14.9-ben, hogy ha valaki imádja a fenevadat és annak képét. Tehát a fenevad az antikrisztus, annak képe pedig a robot hasonmás, ez a mesterséges intelligencia. És ugye az eikon, ez a bizonyos tükörkép hasonmás, ez a bizonyos robot, akit szellemmel töltenek föl. És ha valaki a bélyegét fölveszi, tehát ugyanahoz a mikrocsippes vagy neuralinkes módszerhez folyamodik és fölveszi magára. És akkor ezt nézzük meg ennek a fordítási valóságát, ugye az éssel kapcsolatosan a káj fordítási verziója rendkívül széles skálán mozognak. E tekintetben a vagyis és a lényegében, lényegét tekintve verzió a helyes, amit, hogyha beillesztünk, akkor tartalmát tekintve lényegében fordítással fordítható az ige, és akkor olvassuk ki, hogy ha valaki imádja fenevadat és annak képét, vagyis bélyegét fölveszi kezére vagy homlokára, az lényegében imádja a fenevadat, és akkor itt a beillesztett fordítási verzió, hogy aki fölveszi, az lényegében imádja a fenevadat, az is iszik az Isten haragjának borából.
A robot hasonlás és a digitalizációs rendszer csak a digitális információ nyelvét érti. Tehát azért kell digitalizálni az embereket, mert ezáltal egy nyelve lesz az egész Földnek. Tehát a mesterséges intelligencia az nem a magyar nyelvet érti, meg nem a kínait, hanem a digit nyelvet. Miután digitalizálták az embereket, a mesterséges intelligencia mindenkit személyesen ismerni fog. Mert mindenkiről képi azonosítás és személyre szabott információk érkeznek be a mesterséges intelligenciába, amelyet tudósok milliói és milliói, amelynek megírták az algoritmusát. Tehát ez egy algoritmus szerint működik, amely mögött rengeteg tudós, orvos, pszichológus, számítógépmérnök és egyéb tudással rendelkező ember dolgozik. Ezzel szemben az ember mindig egyedül lesz, tehát itt nincs olyan, hogy kinyeri meg ezt a küzdelmet, mert a millió és millió tudománnyal rendelkező ember által létrehozott algoritmus, amely vezérli ezt az egész mesterséges intelligenciát, amely a brainterneten keresztül elérhető, azáltal, hogy az ember fölveszi kezére vagy homlokára a mikrochipet, és mivel ez a digit nyelvet érti, ezért ért bennünket. Az más kérdés, hogy mindenkihez a saját nyelvén szól hozzá. Tehát mindenki a saját nyelvén fogja érteni ezt a mesterséges intelligenciát. Tehát azáltal, hogy az emberiségnek egy nyelve lesz, nézzétek meg, mit mond Isten Bábelnél. Hogy ott azt mondja Isten, hogy na, most már menjünk, és akkor az az ítélet születik, hogy. Tehát nagyon, nagyon veszélyes dolog, hogy az egész világot egynyelvűvé tenni. Ez már egy egészen más dimenzióba repíti az emberiséget. A fenevad vezérlése visszacsatolás nélküli rendszer, diktatúra. Mert amíg az Isten által teremtett rendben élünk, szólhatunk Istennek, imádkozhatunk hozzá, meghallgatjuk őt, és akkor párbeszéd alakul ki Isten és az ember között. De mesterséges intelligenciával kapcsolatosan nem teheti meg azt az ember, hogy módosítsál az én érdekemben a folyamatokon, mert nekem ez nem stimmel, ahogy történnek a dolgok. Ilyen nincs. Tehát a mesterséges intelligencia egy diktatórikus rendszert mozgat, amelyben a személy, az egyén nem számít. Nincs olyan, hogy majd te azt mondod ennek a rendszernek, hogy hát most nincs kedvem azt csinálni, meg nincs kedvem úgy csinálni, ahogy ez a rendszer meghatározza, mert azonnal kizár a rendszer. Tehát csak azok adhatnak, vehetnek, akik. És itt a megkísértés, Jézus Krisztus megkísértésével kapcsolatosan, hogy az nagyon fontos, hogy a világ minden dicsőségét neked adom, mondja az ördög Jézusnak, ha leborulva imádsz engem. A mikrocsippes vagy a fenevad bélyegének fölvétele, a fenevad imádata. Jézus Krisztus visszautasította ezt az imádatot. De akik visszautasítják a fenevad rendszerét, azok se adni, se venni nem fognak tudni. A szégyennel kapcsolatosan a zsidókhoz írott levélben olvashatjuk Mózesről, hogy inkább választotta az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig, óráig való gyönyörűségét. Egyiptom minden kincsénél nagyobb gazdagságnak tartotta Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett. Mózes rálátott Krisztus gyalázatára. Mózes Istennel beszélt. Mózes az üdv történetnek egy rendkívül nagy prófétája, akivel Isten megbeszélte a dolgokat. Rálátott a Krisztus gyalázatára, amiért Mózes inkább az ő népével való együttnyomorgást választotta, a szégyent, a gyalázatot, mint a bűnnek ideig óráig való gyönyörűségét. Kérdés, képes lesz majd az ember
a digitalizáció befejezésénél, amikor ez a rendszer életben lép, visszautasítani, vagy a fenevad imádatát gyakorolni fogja azért, hogy részesülhessen azokban a javakban, a világ minden dicsősége elérhető lesz számára, azok számára. Fontos, hogy a megbélyegzett ember a megbélyegző tulajdona volt mindig a régi korokban is, és most is azzá válik majd. Most ezt az egészet helyezzük el ebbe a idődiagramba, hogy mikor mi is történik. Láthatjuk a vágyvezérelt elragadtatásnak meg kellene történni, hogy megúszni mindent. De a digitalizáció befejezése, egy új időszámítás, egy új világrend kezdete, amely biztos, hogy el fog jönni, tehát abba az irányba tendál minden tudományos fejlesztés, minden diktatórikus emberi akarat, ugye a Klaus Schwab féle történet, az Agenda 2030-ot, kérem mindenki olvassa az interneten, 3 perc alatt elolvasható, mert ott le van írva gyönyörűen, az a rendkívül diktatórikus jövő, ami a digitalizált emberre vár. És hogyha ez a vágyvezérelt elragadtatás nem történik, már pedig nem fog megtörténni, mert Isten igéje, az kizárja, hogy az emberek vágyai szerint cselekedjen Isten. És el fog jönni az egyházat, az eklézsiát megterhelő nyomorúság, amely Isten kegyelme. Mert a nyomorúságot Jézus Krisztus az Odin kifejezéssel írja le, amely a szülőasszony fájdalmáról szól, és az Isten kegyelme, mert ha nem volna a szülőasszony fájdalmára jellemző felkészítő fájdalom emelkedés, a szülőasszony belehalna a szülésbe. Az egyházat felkészít Isten ezáltal a nyomorúság által. És az utolsó 7 évnek az első fele, az első 3,5 év, Ódinnak nevezett egészen addig, még a pusztító utálatosságot föl nem teszik, addig az Ódinról beszélünk. Az Isten kegyelmi idejéről, az egyház számára kegyelmi idő, amikor Isten az egyházat az ő kegyelme által fölkészíti arra, hogy amikor a klipszis elérkezik az emberiség számára, akkor az túlélje. Ebben az időszakban önkéntesen választható a bélyeg felvétele. Nem kötelező. Ez nagyon fontos, hogy kötelezővé csak a második szakaszban teszik a fenevad bélyegének fölvételét. És akkor, amikor a pusztító utálatosságot felteszik, akkor onnantól kezdve már a jövő 1290 napos nagy nyomorúság. Klipszis lesz. A klipszis a görög irodalomban nem túl élhető nyomorúság. Rendkívül nagy nyomás, pusztító nyomás. Az Ódin pedig felkészítő, és az embert felkészíti arra, hogy kibírja a fájdalmokat, mint ahogy a szülőasszonyt is a fájdalom arra készíti föl, hogy az endorfin elszabadulás vagy növekedés folyamatosan egy fájdalom csillapító növekedést jelent az asszonynak a szervezetében, amit a növekvő fájdalom okoz. És ez a fájdalom csillapító hormon kibírhatóvá teszi az asszony számára a szülést. Ha ez nem volna, belehalna a szülésbe. Ezért ez Isten kegyelme, ez az első 3,5 év. Ez rendkívül fontos. Tudnunk kell azt, hogy ami jön, az nem Isten haragjával kezdődik, hanem Isten kegyelmével kezdődik az eklézsia számára. Csak éppen sok mindenről le kell mondani. Lehet választani Mózes példája alapján az Isten népével való együttnyomorgást, meg lehet választani a bűnnek ideig, óráig való gyönyörűséget, amit majd ebben az időszakban a fenevad fog biztosítani. Ennyi adatot a fenevadnak, 42 hónap, eddig cselekedhet, 1 perccel sem tovább, és előbb sem kezdheti el. Tehát az Antikrisztus nem cselekedhet,
az Ódin idején, a felkészítő nyomorúság idején. Mert működik már a törvényszegés titkos bűne abban az időben, csak hogy azt még az eklézsia visszatartja. Ezért kell az eklézsiát félretolni, hogy felszínre törhessen az Antikrisztus. És ha ezek a nagy nyomorúság napjai meg nem rövidítetnének a választottakért, megrövidítetnek. De nagyon fontos, hogy bekerül az eklézsia a nagy nyomorúságba. De ennek a napjai, ez az 1290, megrövidül mennyivel? 1260-nal. Mert a harag nem érinti azokat, akik az Úr Jézus Krisztusban vannak. Ez rendkívül fontos. És akkor elküld az ő angyalait. Nagy trombita, sófár szóval, ugye akik olvassák, tudják olvasni az új szövetségű Héber Bibliát, mert a zsidóknak is van bibliájuk Héber nyelven, és ott sófár szerepel. Tehát, és elküldi az ő angyalait nagy sófár szóval. A kürtölés, kürzengés ünnepe úgy szintén a földön, a kétnapos kürzengés ünnepén százszor fújják meg a sófárt. Kürzengés fönt, kürzengés lent, sófár szól lent, sófár szól fönt. És összegyűjtik a választottakat. Minden nemzetből, ágazatból, nyelvből és népből, tehát ez kifejezetten az eklézsiáról szól, az a nagy sokasság, amit lát János. És akkor kérdi a vén Jánost, hogy kik ezek és honnét jöttek? Azt mondja János, nem tudom. Te tudod. És akkor mondja a vén, hogy ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, Tlipsziszből. Tehát a nagy nyomorúsági Tlipszisz szóval fordul meg, és a ból, az ek prepozíciót, azt megmagyaráztam az előbb, azt jelenti, hogy a többé, a határozó szó, az eti, kötelezi a fordítót, hogy ezt csak egyféleképpen fordíthatja. Nagy nyomorúságból, nem a nagy nyomorúságtól, meg felől, meg akárhonnan. De ez nagyon fontos, hogy ne engedjétek magatokat becsapni azoknak, akik a vágyaik szerint magyarázzák a Biblia fordítást. Egészen pontosan nem fordítják, hanem ferdítik. De ez egy rendkívül szigorú törvény. Sok háborúságon Tlipszisz által kell nekünk Isten országába bemennünk. Itt a háborúság szó Tlipszisszel jelenik meg a Bibliában. De nagyon fontos, hogy négy olyan igét látunk itt, amely bennünket abba az irányba kötelez, hogy a nagy nyomorúságból történik az elragadtatás, amely megrövidítetik a választottak számára, és rövid ideig tart. Tehát ez fontos, hogy ebből a környezetből ragadtatik el. És akkor ugye a harag elől, 1 Tesszalonika 1:10, megszabadít minket az eljövendő haragtól, mert nem haragra rendelt minket az Isten. Rögtön a hét elején, ahogy az előző előadásban már elmondtam, megtörténik az apostázia, itt válik el egymástól az 5 okos és az 5 bolond szűz. Mert az 5 ostoba, az végül is engedni fog a hamis próféta diktatúrájának, és az életben maradás érdekében fölveszi a fenevad bélyegét. Ugye az apostázia egyik oka a fertelmesség sodomia, erről az előző előadásban beszéltem. Ez az egyik oka az apostáziának, hogy beérkezik az eklézsiába a fertelmesség és a sodomia. Aztán a vágyvezéreltek csalódása. Tehát azáltal, hogy nem történik meg az, amiben ők hittek, mert úgy hitték, hogy nem érinti őket semmiféle veszedelem, de közben meg beérkeznek abba a jövőbe, ahol választható ugyan a mikrocsip fölvétele, a fenevad bélyegének fölvétele, választható, de ha nem veszi föl, kirekeszti magát a társadalomból, nem tud elmenni sem orvoshoz, sem boltba, sem utazni nem fog tudni, sem dolgozni, sem biztosítási rendszere nincsen, sem egészségügyi, sem más. Tehát ez egy rendkívül meg fogja válogatni az embereket hit alapján, hogy ki kiben hisz. És akkor a fenevad bélyegének bevezetése, ezekről beszéltünk az előző előadásban, most még is a szerződés megerősítésének kezdete, áldozat bemutatás helyreállítása, aztán a mai anyag a digitalizáció befejezése, totális kontroll kezdete,
Ezt az Agenda 2030-al írják le egyébként, de én keresztül húzom ezt az Agenda 2030-at, mert vagy 2030, vagy nem. Tehát ezt én nem tudom, hogy ez aztán megvalósul-e, mert akik ellenállnak a digitalizációnak, azok hátráltatják a folyamatot. Egyébként is idősek, betegek, tehetetlen emberek nem tudják önmagukat ebbe a digitális rendszerbe behelyezni, mert nem értenek azokhoz a technikai eszközökhöz. Aztán ott van a digitális detoxikáció. Vannak fiatalok, akik már tiltakoznak a digitalizálás ellen, és azt mondják, nekik ilyen kütyük nem kellenek. Vannak digitális detoxikáló gyerektáborok. A gyerekeknek szerveznek olyan táborokat, ahol semmiféle digitális eszközt nem vihetnek be. Mert ha beviszi, akkor már nem a tábor programja szerint fog ő figyelni, hanem a kütyűvel játszik. Mert a gyermekeknek az elméje már annyira be van tekerve ebbe a rendszerbe, be vannak csapva, el vannak a gyermekek már ebbe a hamis világba ferdülve, hogy nem tud lemondani, mert akkor abban a pillanatban elvonási tünete van. De nagyon fontos, hogy ez egy világot érintő trauma lesz, amikor a digitalizációt befejezik. Készpénz eltörlésével a bélyeg önkéntes felvételének kezdete történik meg ebben a 7 év első napjaiban. Majd az új világrend életbe lép a 2030-as Klaus Schwab tervei szerint, programja szerint. Ez a Világgazdasági Fórum vezetőjére van szó, aki előtt érdekes módon államfők hajbókolnak, és fogadják el, és hajtják végre ezt a programot az egész világban. Aki figyel, az tudja, hogy miről van szó. Ez a mai témának a lényege, és ezt szerettem volna bemutatni, hogy a 7 év elején mindennek késznek kell lenni a program szerint, az Agenda 2030-ra, az új világrendnek el kell kezdődni. Hát vagy elkezdődik, vagy nem, majd meglátjuk, hogy mennyire hátráltatja ezt a társadalom. Mennyire lesznek annyira bátrak az emberek, hogy nem azonnal sietnek ezt a digitalizációt végrehajtani. És akkor a vágyvezérelt elragadtatásban hívők majd kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, ha látják azt, hogy igazából nem történt meg az elragadtatás, a 7 év meg elkezdődött, és azt mondják, hogy a digitalizált ember csupán egy evolúciós folyamat részese. Vagy Jézus bármelyik pillanatban visszajöhet. De ilyet a Biblia nem ír. Tehát nagyon fontos. A Biblia nem ír olyat, hogy Jézus Krisztus bármikor visszajöhet. Csak olyanról ír, hogy nem tudjátok sem napját, sem óráját, hogy mikor jön vissza. De ez nem egyenlő azzal, hogy bármikor visszajöhet. Mert ha bármikor visszajöhetne, holnap is, holnap után is. De nincs kürzengés ünnepe. Márpedig az elragadtatás a vőlegény érkezik a mennyasszonyért. Az a vőlegénynek ünnepe. Az Úrnak ünnepe. Amikor elviszi a mennyegzőre, a mennyei mennyegzőre a mennyasszonyt. Az nem egy hétköznapi esemény az Úrnak. Az egy üdv történeti esemény. Az elragadtatás, az egy üdv történeti esemény. Hát arra vár a keresztény társadalom. Ez nem egy hétköznapi, akármikor megtörténhet esemény. Ilyen csak a soron következő ünnepen, 4 ünnepen túl vagyunk. Az 5. ünnepen, a kürzengés ünnepén történhet meg, mert a kürzengés ünnepének leírása Biblia és zsidó irodalom szerint teljesen megegyezik a 10 szűz példázata és az elragadtatásról szóló igékkel. Ez ünnep lesz nekünk is, meg az Úrnak is. Nehogy valaki azt mondja már, hogy az ő esküvője, amikor elment a mennyasszonyért, az neki nem volt ünnep, az csak egy olyan, hát éppen ráértem, most akkor megyek, és akkor viszem a lányt az oltárhoz. Ilyen nincsen. Hát ez egy idétlen esküvő. Jézus Krisztus, amikor jön, az a Biblia szerint történik. Ahogy a Bibliában meg van írva. Nem ahogy a vágyvezéreltek kívánságai ezt határozzák. Tehát ez rendkívül fontos. Keresztény társadalom választás elé lesz állítva, vagy a jólét a világ dicsőség szerint, de a fenevad bélyegével, ugye ez a megkísértés igéje
tökéletesen leírja ezt, vagy az Isten népével, ahogy együttnyomorgása, bélyeg elutasításával, ahogy Mózes is visszautasította, és választotta inkább Isten népével való együttnyomorgást. Ugyanezekben a tételekben kell választani az eklézsiának. Ugyanezek elé, a választások elé állítja Isten az eklézsiát, mert a vőlegény is látni akarja, hogy az ő mennyasszonya képes-e mindenről lemondani ő érte, vagy pedig megalkuvó, és azt mondja, hogy hát majd csak lesz valahogy. Ilyen nincsen, a Biblia ilyet nem ismer. Nem majd csak lesz valahogy, hanem Isten igéje szerint, ahogy a Szent Szellem vezérel bennünket, úgy lesznek a dolgok, nem a vágyaink szerint történnek, az üdv történeti események. 7 ünnepe van az Úrnak. Ezek nem emberi vágyak szerint vannak meghatározva, hanem a Szent Szellem által. Hegyi beszédben, ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a rozsda és a moly megemészti. Vagy, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben. És akkor egy bátorítással fejezem be, kommunizmus már egyszer megmutatta a kolhozsításkor, hogy a hit emberei nem legyőzhetők, és a pokolkapui sem képesek erőt venni rajta. Most is így lesz. Zsidók 10:34, mert a foglyokkal is együtt szenvedtetek, és vagyonotok elrablását örömmel fogadtátok, tudván, hogy nektek jobb és maradandó vagyonotok van a mennyekben. Mózes inkább választotta a Krisztus gyalázatát, illetve arra tekintett, mert tudta, hogy ezután a megjutalmazás következik. Erősítván a tanítványok lelkét, hogy maradjanak meg a hit számára, hogy sok háborúságon, Tlipsiszen keresztül kell nekünk Isten országába bemennünk. És az a Tlipsisz jelen volt minden nemzedék életében. A végidőben is jelen lesz. Mert ez az Abcsel 14 általánosan minden nemzedékről leírja, hogy a keresztény társadalmat akármelyik nemzedékben élt az egyház történelemben, Tlipsisz-szerű nyomorúság érintette. Nincs olyan nemzedék, hogy nem kerül bele háborúba, éhezésbe, járványokba, stb. Hát mi is megyünk ezeken a történeteken keresztül. Hát átadásáról már szóltam, de ez nagyon fontos, hogy az emberben benne van a szubjektív bizonytalanság, mert az én szubjektív karakterem jelenti a biztonsági kockázatot. A hackerek föltörik a rendszert. Ennek a jövő digitalizált világának olyannak kell lenni, ahol nincsen hacker, illetve van hacker, csak nem tudja feltörni. Tehát ennek biztosnak kell lenni, mert hogyha belépsz egy olyan digitalizált dimenzióba, ahol állandóan kiszolgáltatva vagy, akkor az nem sokat ér, ott az emberek azonnal forrongani fognak. És akkor a szuverén állampolgárok pedig nem engedelmeskednek a hatalmasságoknak. Nincs meg az a technikai fölény, amely a személy biztonságát védi, nincs még kialakítva. Politikai ellenfelek meg felszínre hozzák az aktív politikusoknak, a hatalomnak a lépéseit. Digitális detoxikációról beszéltem. Egy exponenciálisan fejlődő technika irányítja a fiatalok elméjét. Olyan mély, torzuló irányú változáson megy keresztül a gyermekek elméje, hogy már nem minden esetben tudják megkülönböztetni a valóságot a virtuális élményektől, ahol van game over, vagyis újrakezdési lehetőség a halál után. És azt hiszik, hogy nincs semmi különbség a valóságban sem. Ha meghal, majd újrakezdi az életnek nevezett játékot. Sikeresen elvarázsolták gyermekeinket, és a szülők nem tudtak felkészülni erre horrorra. Mert olyan gyorsan fejlődik a digitális technika. Az ember agya nem képes lekövetni ezt a gyors változást, és rá se jön, hogy becsapták a technika varázslói. Gondoljunk bele, hogy a velünk szemben lévő technika mögött fejlesztőmérnökök, pszichológusok, programozók milliói és milliói dolgoznak azon, hogy a felhasználó manipulálva legyen. Ezzel szemben te egyedül vagy. Mit gondolsz? Ki fogja megnyerni ezt a küzdelmet?
Tudtad, hogy sok esetben már nem élő emberrel kommunikálsz, hanem a mesterséges intelligencia levelez veled? Az a célja, hogy a neked küldött üzenetekkel rávegyen olyan dolgokra, amik tönkreteszik a lelkedet, szétrombolja a családodat, és aggódásba, félelembe taszítsa azokat, akik szeretnek és aggódnak érted. Elérték azt a fejlesztési magasságot, ahol már a mesterséges intelligencia van a kezedben lévő eszköz mögött, amely már olyan okos, hogy önmagát fejleszti. Ez a gépi tanulás korszaka, amely fénysebességgel fog fejlődni, és az embert igyekszik elpusztítani. E technika mögött az ördög és csatlósai állnak, és cél az emberek megtévesztése és elpusztítása. Ez a technika már legyőzte a Krisztus nélkül kapálódzó világot. Na és a keresztényeket is sikerül neki? Mit gondolsz? Miért beszél Jézus az ötös tobáról? De mikor erre a kérdésre válaszolsz, ne légy elbizakodott, mert az a megromlás előszobája. Néhány gonosz ember a háttérben célba vette az emberek elméjét, hogy forrongásba manipulálja és gyűlöletre sarkalja. Megfossza az embereket a szeretettől és gyilkolásra ösztönözze. Ez már egy gigantikus szellemi harc, amelyben az ember lelke a célpont. Mindezek hátterében a manipuláló antikrisztusi hatalom pár száz embere áll, akik ezeken a digitális varázseszközökön keresztül manipulálnak. A mesterséges intelligencia nem ismeri az igazságot, csak az őt birtokló háttérhatalom által meghatározott algoritmusok szerinti manipulálása célja. Azt hiszed, hogy téged aztán nem győzhetnek le, mert te ismered az igazságot? Az igazság ismerete nem a saját igazon kiharcolásában és a technika ismeretében rejlik, mert az igazság Jézus Krisztus. Csak ő tudja megadni a békességünket, amit az ördög folyamatosan el akar lopni. Ma egyre sürgetőbb lett felmutatni az embereknek az evangélium központi személyét, Jézus Krisztust. Nélküle káosz és pusztulás vár az emberekre. Nélküle nincs Isten képű ember, csak nagyképű. Bukott és halálban maradt. Kis bátorítás. Jobb mindenét elvesztette, de Isten mindent duplán visszaadott neki. Miután megpróbáltatott. József rabszolgaságba került testvérei gyűlölködése miatt, de Isten palotába helyezte. Az eklézsia nagy nyomorúságba kerül, de Isten felkészíti rá a felkészítő nyomorúságban, és végül a mennyei mennyegzőre Isten dicsőségbe kerül. Az Úr közel.